Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Dránovics Kilián Barbara vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Még mindig várnak a pénzükre. Reményt adhat a választási eredmény a társulásnak. Biztonságos Baranya. Beszámolót tartottak a rendőrök és a tűzoltók a vármegyei közgyűlésen. Együttműködik a PTE és a Temesvári Egyetem. A Szopornica vírus közös kutatása. Bemutatták a Piszkos Munka című kötetet a Pécsi MCC-ben. Már 2 éve várnak arra 400 millió forintra a Pécsi Kistérségi Társulásnál, amit a Vármegyeszékhely önkormányzata emelt le onnan, valószínűleg jogszerűtlenül. Az ügyben nyomozás folyik, de ettől függetlenül a pénzt visszautalhatja Pécs. A júniusi választás után erre akár esélye is lehet a társulásnak. A szervezet elnöke azt mondja, nyitottak mindenféle megoldásra. Biztonságos Baranya. Még mindig várja a számlájáról leemelt 400 milliót a pécsi több célú agglomerációs társulás, tudtuk meg a szervezet elnökétől. Mint ismert, 2 évvel ezelőtt a pécsi önkormányzat váratlanul inkasszózta ezt az összeget a számláról, és azóta sem utalta vissza. A választás után megváltozott a képviselőtestület összetétele. Ez reményt adhat arra, hogy visszakerüljön a pénz a társuláshoz. Minket minden megoldás érdekel, amely erőre viszi a közös ügyünket, hogyha adott esetben egy jelenlegi kormánypárti többségű pécsi közgyűlés a társulás ügye mellé erősebben be tud állni, mint ahogy ez Pécs részéről korábbi összetétel mellett az elmúlt időszakban történt, az előnyére szolgálhat mind a társulásnak, mind pedig a székhelyi önkormányzat és a társulás közös munkájának jövőjének. Én nagyon bízom benne, hogy a választás eredménye kifejezetten jó hatással lesz. Az ügyben egyébként nyomoz a rendőrség. Ettől függetlenül a 400 milliót visszautalhatja a pécsi önkormányzat. 2023. májusában elvonásra került jogszerűtlenül a pécsi több célú agglomerációs társulástól 405 millió 10.181 forint. Nem sikerült rendezni azóta sem ezt a témakört. 2023. szeptemberében fordult a több célú társulás egy beadvánnyal a pécsi járási ügyészséghez, és ennek alapján indult egy nyomozás. Információim szerint ez a nyomozás azóta is folyamatban van. A pénzelvonás ellenére a társulás folytatja működését. A pécsi több célú agglomerációs társulás ettől függetlenül zavartalanul végzi a feladatait, 3 intézményt tart fenn, és van egy RRF-es projektünk, valamint 2 top pluszos projektünk. Ezeknek a fedezete önálló alszámlákon rendelkezésre áll. Az RRF-es projekt keretében Pécsen az Aradi Virtanok útja 14 szám alatt a korábbi Mátyás Flórián óvodában, ennek az épületében 3 családi bölcsödei csoportot alakítunk ki, itt a kivitelezési munkák már folynak, és folyik a kivitelezés a fejlesztés szalántai munkarészében is. A pályázatokból pedig 5 baranyai településen idősellátó szociális beruházásokat végeznek. A társulás működtetésében van például a pécsi központú Esztergár Lajos családsegítő szolgálat, így a társulás működése a vármegyében és a Pécsen élőket is segíti. Ja, ezt mutatják a rendőrségi statisztikák. Vannak olyan települések, ahol nem kellett intézkedniük az egyenruhásoknak egész évben. Ez derült ki többek között a rendőrkapitányság 2023-as beszámolójából. A tűzoltóknak tavaly az időjárás adott sok munkát. A vármegyei közgyűlés ülésén ismertették az eredményeket a hatóságok vezetői. Beszámolóval kezdődött a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése csütörtökön. A rendőrség értékelését hallhatták a képviselők a 2023-as adatok alapján. A megye 301 településéből 39 helyszínen, településen nem regisztráltunk egyáltalán bűncselekményt. 205 településen 10-nél kevesebb bűncselekményt regisztráltunk, és ami még ennél is fontosabb, 128 olyan településünk volt, ahol a közterületen egyáltalán nem követtek el bűncselekményt. Ezek a számok jól jellemzik Baranya közbiztonsági helyzetét, Szijjártó István szerint. A katasztrófavédők is beszámoltak a tavalyi tevékenységükről a közgyűlés tagjainak. Az összes eseményünkről azt lehet elmondani, hogy egy határozott emelkedő tendenciát mutat. Mi van ez mögött egyébként, hogyha picit a számok mögé nézünk, akkor azt lehet látni, hogy a tűzeseteink
nagyjából stagnálnak, talán egy pici emelkedést mutatnak, viszont a műszaki mentéseinknek a száma az határozott emelkedést mutat a sok évre visszamenőleg. Amikor műszaki mentésről beszélek, akkor itt elsősorban viharkárokról, faeltávolításokról, közúti balesetekről beszélek. A beszámolókat a képviselői kérdések után elfogadta a testület. Összességében azt mondhatjuk, hogy Baranyában a közbiztonság helyzete az kielégítő, hogyha egy nagyobb időintervallumban, idősíkon tekintünk rá az adatokra, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon jelentős javulás történt a regisztrált bűncselekmények számában, hiszen ha mondjuk a 2010 előtti időszakkal összehasonlítjuk, amikor 14-15 ezer bűncselekményt regisztráltak Baranya vármegyében, összehasonlítjuk azokkal az adatokkal, amelyek az elmúlt évet jellemzik, amelyek közel 5500 bűncselekményt, tehát a 10 évvel ezelőtti szint harmadát mutatják, akkor azt mondhatjuk, hogy a rendőrség kormányzati megerősítése az elmúlt 10 évben az meghozta az eredményt. A számok mellett ezt jelzi a szubjektív biztonságérzet növekedése is az elnök szerint. Őri László a katasztrófa védelem beszámolóját is értékelte. A tűzesetek száma az szerencsésen alakult az elmúlt években, az elmúlt 5 év legkevesebb tűzesetét, alig több mint 1000 tűzesetet regisztráltak Baranya vármegyében, azonban ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a műszaki mentéseknek a száma Baranyában. Ez kisebb részben a közúti baleseteknél szükséges katasztrófavédelmi közreműködésből fakad, nagyobb részben viszont az egyre szélsőségesebbé váló időjárás körülményei miatt van, az azokhoz kapcsolódó mentési munkálatokból. Jól emlékszünk arra, hogy most az elmúlt években Dél-Baranyát ez a koranyári időszak nem kimélte, hiszen többször is jégverés tombolt korábban Sejjén, az elmúlt évben Marócsa környékén. Ez igen komoly feladatot adott a tűzoltóknak, azonban összefogásból és szakmai munkából jelesre vizsgáztak. Így értékelték ezt a baranyai emberek és a közgyűlés tagjai is, mondta a testület elnöke. A Baranya vármegyei közgyűlés egyébként most nyári szünetre vonul. Várhatóan szeptember közepén üléseznek újra. Rövid híreink következnek. Országszerte zajlik az aratás, emiatt nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek, amely fokozott figyelmet követel minden járművezetőtől. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Idén sokkal korábban, már június elején megkezdődött a korai őszi árba betakarításával az aratás a földeken. A balesetek elkerülése és a biztonságos közlekedés érdekében tanúsítsunk fokozott türelmet a kombányokkal, valamint a traktorokkal, szállítójárművekkel szemben, és ezeket észlelve óvatosabban közlekedjünk. A héten csütörtökön már csak a benzin ára változik, bruttó 2 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár. A gázolaj ára változatlan marad, így az átlagárakat tekintve június végén, ezekre az árakra számíthatunk a kutakon, a 95-ös benzinnél 610 forint per literre, a gázolajnál 629 forint per literre. Együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium és a University of Life Science King Mihály I Temesvár. Az együttműködés célja a két intézmény tudásbázisának és kapacitásának integrálása az állatorvosi és biotechnológiai témájú kihívások modern kezelésére. Egyik feladatuk a Szopornica vírus közös kutatása. A megállapodást csütörtökön írták alá a Szent Ágotai Kutatóközpontban. Temesvári delegáció érkezett a Szent Ágotai Kutatóközpontba. A látogatás célja egy együttműködési megállapodás létrehozása a PTE Nemzeti Laboratórium és a Temesvári University of Life Science King Mihály között. A felek a szaporinca megbetegedést okozó vírus közös kutatását végzik, és az oltóanyagok vakcina hatékonyságát mérik fel ezután. A partnerség fontosságát hangsúlyozta Kozmin Alin Popescu, a Temesvári Egyetem rektora. A minőségi kutatók felkeresése oda-vissza egy nagyon fontos feladat, és ez meg is történik. Ennek segítségével a kutatások minőségét tudjuk növelni az országok között, és a nemzetközi vállás esélyét is közelebb hozzuk. Ez igaz a kutatás és az oktatás területére is. Európai perspektívában éppen ezzel tudunk jobb, nagyobb erőt, hatékonyságot felmutatni a kutatás, fejlesztés, pályázatok területén. Szeretném
szeretném hangsúlyozni, hogy eddigi pályafutásom során az itt működő virológiai nemzeti laboratórium volt a legjobb, amit láttam. A szoporinca alapvetően állatokat érintő megbetegedés. A nemzeti laboratóriumban a vírusok és a járványok teljes spektrumával foglalkoznak. A COVID alatt megtanulták, hogy az állatokról eredő vírusok egy globálisan jelentős probléma. A szoporinca kutatás kifejezetten azért indult, mert ez egy olyan vírus, ami globálisan jelen van, mégpedig az emberek miatt. Rendkívül érdekes, de amit mi a Temesvári Egyetemmel most fogunk csinálni, hogy amellett, hogy a vírus érdekes, azt látni az elmúlt években, hogy a vakcinák, amik elérhetőek, nem hatnak, vagy kezdenek nem hatni. És ezt egyelőre tudomány nem érti, ennek a felderítésében fogunk most együttműködni első körben, de az együttműködési szerződés és a mostani reggeli megbeszélések is arra világítottak rá, hogy ezen azért jóval túl fog mutatni az együttműködés. Egy ilyen együttműködés kölcsönös megismerési folyamatot jelent a két egyetem között. Most elköteleztük magunkat egy nagyon jelentős kutatás mellett, amit felderítünk. Közben teljesen alapvető és folyamatos lesz az, hogy különféle pályázati pénzekben nagyobb potenciállal jelentkezünk, már partnerekként, ugye épp erről beszéltem itt a köszöntőmben. A Nemzeti Laboratóriumban nekünk alapvető célunk, hogy azt a partnerséget kiépítsük itt a keleti blokkban, mindig így hivatkozok rá, mert tudományban is látszik ez, hogy valahogy az egész keleti blokk a régi vasfüggöny mögött lemaradt abból a kutatási, innovációs potenciálból, ami a nyugaton megvan. És mi hiszünk abba, és ennek már bizonyítéka is van, hiszen több pályázatot nyertünk, hogy ha ezeket a kapacitásokat mi összehozzuk, esetleg az élére is állunk, ha olyan kutatásról van szó, mint a virológia, akkor valódi erőként tudunk fellépni, és ez egy újabb fejezet ennek. Az együttműködés célja a két intézmény tudásbázisának és kapacitásának integrálása az állatorvosi és biotechnológiai témájú kihívások modern kezelésére. Fő cél továbbá az érintett agrárágazatok védelme. Az együttműködés jól illik a Pécsi Tudomány Egyetem és a Virológiai Nemzeti Laboratórium régiós Kárpát-medencei és balkáni stratégiájába, a régiós erőforrások hatékony összecsatolásába és a közös tudás és innovációs tér kialakításába. Rövid hírekkel folytatjuk a híradót. A Dunadráva Nemzeti Park közlése szerint csütörtökön, szombaton és vasárnap nem indult túra a Szársomjóra. Ezt megelőzően és utána is a normál rend szerint indulnak a garantált túrák szerdától vasárnapig naponta 10 órakor. A Villányi hegység legmagasabb pontjára, a fokozottan védett Szársomjó csúcsára a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóság heti 5 alkalommal indít garantált szakvezetéses túrát a Nagyharsányi Szoborparktól egyéni turistáknak és csoportoknak egész évben folyamatosan. Idén-nyáron is sokan választják a balatonparti településeket úti célul. A MÁV startnál a főszezoni nyári menetrend június 22-től lépett életbe. Budapest mellett számos dunántúli, kelet- és délmagyarországi nagyvárosból, valamint a Dunakanyarból is indulnak közvetlen vonatok a Balatonhoz, így az ország számos pontjáról eljuthatunk a magyar tengerhez. A MÁV-nál idén bővültek az utazási lehetőségek a kutyások számára is. Június 26-ától tesztjelleggel már zárt doboz nélkül csupán szájkosár és pórász használata mellett is lehetőség van a balatoni Intercity és Express járatokon, így a Fenyves Expressen is négylábú kedvenceinkkel utazni viszonylati kutyajegy vagy kutya országbérlet megvásárlása ellenében. Az utazás során a kutya érvényes oltási igazolványát be kell mutatni. Piszkos munka. A munkaszolgálat és a keretlegények történetei a Népbíróságon című könyvét mutatta be Veszprémi László Bernát a Mátyás Corvinus Kollégium pécsi képviseletén. A kötet kényes kérdéseket boncolgat, miközben számtalan külföldi és hazai levéltár forrásai alapján próbálja feltárni a munkaszolgálatra és a keretlegényekre vonatkozó népbírósági perek történetét. A II. Világháború idején Magyarországon a zsidó származású vagy a megbízhatatlannak ítélt férfiakat fegyvertelen katonai szolgálatra kötelezték. Az úgynevezett munkaszolgálatot megalázó és kegyetlen körülmények között végezték. A holokausz 80. évfordulójára jelent meg a Piszkos munka, a munkaszolgálat és a keretlegények történetei a Népbíróságon című könyv. Korábban nem volt ilyen részletes feldolgozása a munkaszolgálatnak Magyarországon, mondta a szerző Veszprémi László Bernát.
egyébként engem az érdekel, hogy a különösen nehéz történelmi helyzetekben az egyének milyen döntéseket hoznak meg, hogyan próbáltak embernek maradni az emberek a legnehezebb, legsötétebb korszakokban, és a munkaszolgálat és az úgynevezett keretlegények történetének a vizsgálata erre egy kiváló lehetőség, hiszen a háborús fronthelyzetben, a háborús pszichózis idején és a holokauszt idején kellett a munkaszolgálatosoknak ugye végigmenniük ezeken a szenvedéseken, másrésztről pedig hát a keretlegényeket is sokszor olyan borzalmas dolgok elkövetésére utasították, amely hát mély dilemmákat okozott ezen honvéd katonák számára. Tehát az ő döntési lehetőségeiket igyekeztem megvizsgálni, illetve azt, hogy később a népbíróságon hogyan védekeztek, hogyan mondták őket felelősségre. Veszprémi László Bernát több éve foglalkozik a témával, PhD kutatásait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a zsidó történelem területén végzi. A könyvhöz összességében több mint 400 népbírósági peranyagát néztem meg, egyébként itt Pécsen is kutattam, tehát a Baranya megyei levéltárban, illetve a pécsi törvényszék irattárában is megvizsgáltam a témával kapcsolatos dokumentumokat. Ja, amennyire tudom, ez jelenleg a legnagyobb gyűjtés, ami eddig történt a munkaszolgálat és a keretlegények történetével kapcsolatban. Tehát ezeknek a pereknek az alapvető adatait igyekeztem elemezni, megnézni, hogy kik voltak a keretlegények, honnan származtak, milyen törvénypontok alapján emeltek velük szemben vádat, milyen ítéletek születtek, hányat végeztek ki, hányat mentettek fel, és ezeket a egyrészt számszerűsítem, másrészt pedig igyekszem az érdekesebb történeteket részleteiben is bemutatni az olvasó előtt. A munkaszolgálatosok őrzése a legénységi állományú honvédek feladata volt. Közismert tény, hogy ezen keretlegények közül némelyek brutális gyilkosságokat és más háborús bűnöket követtek el a felügyeletükre bízott emberek ellen. Egyik nagyon érdekes per, amit feldolgozok a könyvben, az Orsós József tizedesnek a története. Ez egy nagyon ellentmondásos, izgalmas történet. Ugye a per tárgyalási jegyzőkönyve elveszett, viszont sikerült megtalálnom néhány a nyomozati szakaszban tett vallomást, illetve az elsőfokú bírósági ítéletet és Orsósnak a felfolyamodását, amit aztán a népbíróságok országos tanácsa elutasított. Ugye Orsóst munkaszolgálatosok kivégzésének vádjával ítélték el, és halálra ítélték ki is, végezték Pécset 1948-ban. Izgalmas, olvasmányos, a kriminalisztika területére tévedő sorozatgyilkosságok, tömeggyilkosságok témáját dolgozza fel a monográfia. A kötet szerzője a Matthias Corvinus Kollégium online tudományos ismeretterjesztő folyóiratának, a Korvináknak a főszerkesztője. A régió híreivel folytatjuk. Nem lehet elég sokszor kiemelni, milyen fontosak a kábítószerügyi egyeztető fórumok. Meg kell előzni a fiatalok szerhasználatát, elkalódását, hogy egy hasznos, minőségi életet tudjanak maguknak kialakítani. Ennek érdekében június 26-án Szekszárdon a Tolna vármegyei önkormányzati hivatalban tartottak találkozót. Kálóci Andrea, a kábítószerügyi egyeztető fórumok tanácsadója beszélt a települések közötti összhang megteremtéséről. Arra gondoltunk, hogy eddig azért a városi kefek egymástól viszonylag függetlenül működtek, most is egyébként függetlenül működnek, de arra gondoltunk, hogy legyen egy együttműködés a városi kefek között, ezért összehívtunk itt Tolna vármegyébe egy úgynevezett városi kefek találkozóját, és szeretnénk az együttműködéseket erősíteni, szeretnénk, ha megismernénk egymást, esetleg a későbbiekben akár megyei szintű bármilyen programrendezvény, ami a kábítószer elleni küzdelmet szolgálja, azt előtérbe helyezni. Én azt gondolom, hogy a kefeknek persze nem csak a kábítószer elleni küzdelem, hanem például a prevenció is feladatuk. A belügyminisztérium támogatásának köszönhetően Tolna vármegye önkormányzata egy kiemelt összeggel gazdagodott a fórumok és különböző programok megvalósításának céljából. Az idei évben az elnyert pályázati támogatás összeg az 2,5 millió forint, ami a városi kefeknél Bonyhád, Dombóvár, Szekszárd, Tamási városi kefeknél, köszönöm, kapták meg ezeket a támogatási összegeket. Általában a legjellemzőbb, hogy prevencióra fordítják, tehát például olyan színházi előadásokat hívtak meg a kefek, ami a lakosságnak szól, fiataloknak szól. Dr. Kertész Ágnes szakmájából adódóan nagyon közelről érzékeli a káros szenvedélyek hatásait a társadalmon. Felhívja a figyelmet arra, milyen fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ma Magyarország hol tart. Egyrészt az alkoholfogyasztás, hogy ma Magyarországon a lakosságban egyrészt milyenek az alkoholfogyasztási szokások, másrészt pedig milyen a korosztályi eloszlás.
pszichiáterként az a tapasztalatunk, hogy egyre korábban kezdenek el a fiatalok alkoholt fogyasztani, és az utolsó évtizedben maga az alkoholfogyasztási szokások is jelentősen megváltoztak. Ez milyen hatással van rövid és hosszú távon a fiatal populációnak az egészségére? Orbán Attila véleménye szerint igazán hasznos, hogy a városoknak alkalmuk nyílik megosztani egymással a tapasztalataikat. Vannak, akik már régóta elkezdték ezt a munkát, és jelentős tapasztalattal rendelkeznek. Van, akik régen csinálták, de egy darabig abba hagyták, most újra kezdik, vannak teljesen újak, és szerintem van igény arra, hogy ezt bővítsük megyei szinten, tehát még azért van egy néhány város, ahol még nincsen ilyen egyeztető fórum, és jó példa, ahol van azok számára, hogy mindenhol, vagy minél több településen legyen ilyen fórum. A kábítószerügyi egyeztető fórumok töretlenül dolgoznak a szerhasználat visszaszorításán és a prevención, egy egészségesebb régió kialakításának érdekében. Bálint Zsolt, a Bonyhádi Tolna vármegyei Percelmor Technikum és Kollégium tanulója a Space Challenge versenyen első helyezést ért el. Az eseményt a Pécsi Kulturális Központ és a Pécsi Tudományegyetem rendezte űrkutatás témakörben. A nyertes elmondta, hogy is kell elképzelnünk a megmérettetés folyamatát. A lényege az volt, hogy kaptunk pár szempontot, és ez alapján kellett egy olyan pályamunkát beadni, és ezt bemutatni 4 percbe, ami megfelel ezeknek a követelményeknek. Bálint Zsolt programozási oldalról közelítette meg a feladatot. Ez az a terület, ami iránt kiemelten érdeklődik, de szívesen elkalandozik más tudományágak felé is. Nagy találékonysággal oldja meg a kihívásokat. Volt az említett 4 szempont, tegyük föl, volt az egyik a űrbeli tájékozódás, ennek legegyszerűbb kifejtési módja, mondjuk, hogy van egy űrhajó, és az kikerül az objektumokat, és én ezt úgy valósítottam meg, hogy volt egy, úgymond egy objektum, egy, tegyük föl az űrhajó, és az kikerüli, hát bizonyos szempontok alapján azokat a tárgyakat, amik szembe jönnek vele. Felkészítő tanárai Olá Levente és Égető Zsolt voltak. Segítették a diákot abban, hogy milyen új funkciókat érdemes beletennie a projektjébe, és hogyan tudja kivitelezni az elképzeléseit. Zsolti már a tanulmányai alatt is kiemelkedő volt a többiek közül. Hamar észrevettük, hogy sokkal több plusz munkát beletesz, mint az általában jellemző. Emiatt Zsolti folyamatosan jelenkeztetjük a versenyekre, és minél több megpróbáltatásnak próbáljuk elétenni, ahol a legtöbbször nagyon sikeresen teljesít. Maga a verseny az űrkutatás témában zajlott. Úgy gondolom, hogy ez a mai világban egy olyan feltörekvő ágazat, amit minél hamarabb jó, hogyha a diákok belekóstolnak. Ez a verseny ezért volt nagyon jó alkalom, hogy a mi diákjaink is megpróbálják magukat. Nem volt kérdés, hogy Zsoltit szeretnénk, hogyha elinduljon a versenyen. A verseny értékelése során Bálint Zsolt munkájáról kijelentették, hogy nem csak a korcsoportjában, hanem a teljes mezőnyben kimagasló, és övé volt a legkomplexebb megoldás. Dömötör Csaba, a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja elismerésben részesítette a tanulót kiváló eredményéért. Több dél-balatoni vendéglátóhely is bekerült a Magyar Konyha idei nyári gasztrokalauzába. Cukrászdák, fagyizók, éttermek és strandbisztrók is helyet kaptak a válogatásban, amely ötletet is ad a tóhoz látogató vendégeknek a számukra megfelelő hely megtalálásához. Ez a tavalyi év slágere volt, ez a trifla burgerünk. Ennek a különlegessége az, hogy van rajta egy szarvasgombás szilva lekvár. Ezen meg van kenve a buci alja, erre jön egy saláta, a saláta ágyon a médiumra sütött 150 g-os saroli húspogácsa, rájön egy grillezett kamember és karamellizált vörös hagyma. A kalapjára teszünk még egy kis szarvasgombás szilva, lekelt ezt a triflát, és ebből áll a trifla burger. Mellé csónakburgonyát adunk és coleslaw-t. Minden évben több újdonsággal is előrukkolnak ebben a zamárdi bisztróban. Ez a vendéglátóhely is bekerült a Magyar Konyha nyári balatoni gasztrokalauzába.
Egy bisztró étlapunk van, tehát viszonylag szűkebb a kínálat, de próbálunk minél nagyobb spektrumot ebbe a szűk étlapba is beletenni. Fontos szempont például az, hogy már 2 éve minden étlapunkon van egy egész vegán, mindenmentes menüsor, tehát egy előétel, főétel, desszert, aminek mindig nagyon örülnek a vendégek, főleg akinek van valami ételallergiája, meg ugye egyre divatosabb az, hogy a vegán táplálkozás. Az ételek elkészítésénél a helyi alapanyagok felhasználására is figyelnek. Emellett fontos, hogy ne a megszokott strandi ételeket kínálják. Mindig legyen olyan étel, ami egy kicsit kicsapja a biztosítékot, de megvan az a szűk réteg, akit ez érdekel és kíváncsi, és szeretné megkóstolni. Ilyen volt például a tavaly igen megosztó békacomb, amit szigorúan nem rántottuk, hanem rostlapon készítettük, befotózni is alig tudtuk, de nagyon-nagyon finom volt. Tavaly óta készítjük a rántott kovászos uborkát, ami hihetetlen, hogy egyszer feltettük az étlapra, nem tudjuk levenni. Illetve hát ugye a kovászos uborka levesünk, amivel már nyertünk egy strandételversenyt, az ha nem is fér fel az étlapra, mert nem fér a papíron, pult alól mindig lehet kérni. A magyar konyha idei nyári gasztrokalauzába több dél-balatoni vendéglátóhely is bekerült, amelyek különleges ételeikkel, édességeikkel várják a vendégeket. Baranyai témáink még egyszer, röviden. Még mindig várnak a pénzükre. Reményt adhat a választási eredmény a társulásnak. Biztonságos Baranya. Beszámolót tartottak a rendőrök és a tűzoltók a vármegyei közgyűlésen. Együttműködik a PTE és a Temesvári Egyetem. A Szopornica vírus közös kutatása. Bemutatták a Piszkos Munka című kötetet a Pécsi MCC-ben. Pénteken már több napsütés valószínű, záporok, zivatarok többségében a középső, keleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan, máshol már csak helyenként. A szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalra több felé pára, sekélyköd képződhet. Délelőtt 22 és 27, délután 28 és 32 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!